Üdvözlök mindenkit! Dudás Jenő Zsolt vagyok, védikus szakértő, jóga tanár, ajurvédikus konzulens és védikus ház elemző. A mai nap szeretnék egy kis tolbamondást, egy kis jegyzetelést kérni azoktól, akik nézik ezt a videót. Tehát megkérek mindenkit, hogy miközben most hallják, amit mondok, keressenek maguknak papírt, ceruzát, tollat, és pár dolgot szeretném, hogyha lejegyzetelnének. Jó, tehát remélem már mindenkinek a kezelügyében van a papírtól ceruza, úgyhogy akkor szeretnék egy teljes átfogó képet adni arról, hogy mi is történt most az utóbbi három évben a nagyvilágban. De ezt csak úgy tudják meg, hogyha végignézik azokat a csatornákat, minden egyes videóját, amit most elmondok önöknek. És méghozzá nem úgy, hogy megnyitja a csatornát, és a legelső videó, ami jön, azt nézi meg, hanem görget lefelé, és vár egy kicsit megint lefelé, mindig egészen addig, amíg tud menni, hogy a legelső videóhoz elérkezzen. Tehát ezeknek a csatornáknak a videóit meg kell nézni, a legeslegelsőtől kezdve végig. És akkor képbe fognak jönni arról, hogy mi is történt az elmúlt három évben. Az, akinek nincs rá, csak 5 perc alatt szeretné tudni, az jobb, hogyha most kikapcsolja a videót, aztán elmegy a dolgára. Tehát nem kell foglalkozni vele. Bizony Isten legalább egy hétig fog a számítógép előtt ülni, és össze fog állni a kép. Tehát egy hét, napi 5 órában. És össze fog állni a kép. Azért nem lehet rövidebb a dolog, mert fokozatosan épül föl ez a tudás az emberek fejében, és fokozatosan lehet megérteni, hogy mi, mivel, hogyan, mikor, miképpen alakult ki, ki mit mondott, mi történt. Igen, megnézték tudósok, megvizsgálták szakértők, aha, hazudtak, ez is hazugság, az is hazugság, ezeknek mégis igazuk volt, igen, jó, és így megy előre a történet. Tehát tolceruza ott van a kézben, akkor szeretném mondani. De legelőször is sym.first, F-I-R-S-T, first, tehát sym first, sym.first channel a Bitshoot oldalon, tehát bitshute magyarosan, bitshute.com oldalon, ott bal oldalt ott van a keresője, és oda be kell írni, hogy sym.first, sym first channel. Ez egy. Utána másik, amelyik ilyen nagyon szókimondó, néha trágár, nagyon a kormányok ellen beszélő, de bizonyos szinten már megértem, hogy miért. Annak pedig az a neve, így, ahogy van magyarosan egybeírva, antikommunista, antifasiszta. Tehát így, antikommunista, antifasiszta, és ezt is ennek a bitshoot.com oldalnak a keresőjébe kell ki beírni, és kiadja ezt az oldalt. Hát ez a két legfontosabb csatorna, ahol nagyon szépen, szinte hétről hétre egy-két videó jelent meg arról,
hogy mi ez az eszementség, ami a világban történt. Az érdekesség az, hogy ezeken a csatornákon az utóbbi 2-3 hónapban már alig jelennek videó. És miért? Azért, mert most már mindent elmondott, amit lehetett volna. Meg kell nézni a videókat. Én már nem győzöm ezeket osztogatni a Facebookon, meg Mevén, meg Trumpukon, meg Twitteren, meg minden oldalon. Fölösleges. Aki ezt egyszer nem nézi végig, az nem fogja tudni azt, amit a hírekből soha nem fog megtudni. Mert azokat a híreket le lehet húzni a WC-be, semmit nem érnek, amit a média közöl. Majd április után azok majd igazi hírek lesznek, de addig föl kell ébredni az embereknek, meg kell néznie ezeket a csatornáknak a tartalmát, milyen videók vannak rajta, végignézni, összerakni a képet, megbeszélni családtaggal, mi egymás, és utána mindenki tudja, hogy mi a valóság, mi az igazság. Tehát ez a két csatorna, Sin.First, antikommunista, antifasiszta. Ami még nagyon sokat jelentett, EEE és RRR. Most vagy 3 darab, vagy 4 darab. De ennyi csak EEE, RRR csatorna, vagy 4, lehet, hogy 4R, 4R. Ezt is írják föl, legyenek szívesek. Tehát ez a 3 csatorna az, ami nagyon sok mindent megmutatott. Aztán most már megjelentek más csatornák is, vagyis hát az én tudomásomra jutottak. És vannak külföldiek is, amelyek egy évre megelőzik, egy évvel megelőzik ezen csatornáknak a tényfeltárását. Tehát van egy olyan angol nyelvű csatorna, aki angolul tud, ez elejétől végéig végignézi, minden egyes részt, vannak benne nagyon kemény dolgok is, amik az embernek a valóságképét fel fogják borítani, de végig kell nézni. Ez a csatorna, ez az angol nyelvű csatorna, ez rendkívül sokat ad. Ez a Spacebusters, Space Busters, tehát Spacebusters csatorna. Rendkívül sok információ van benne, van egy-kettő olyan is, hogy az ember fölrobbant tőle, ez nem lehet igaz. Majd meglátjuk, hogy nem lehet-e igaz. Nézzék végig a csatornát, és ne kritizáljanak semmit se, csak nézze végig. Először fogadja be, amit ott hall információt az ember, és utána nézze, hogy mit történnek a világban. Előbb-utóbb össze fog állni a kép. Tehát Spacebusters channel. Hogyha ezeket valaki végignézi, és megmondom, kerekperec, egy hét és körülbelül 5 óra számítógép előtt, akkor képbe fog jönni. Hogyha valaki még egy kis időt rászán, és az angol nyelvű videókat is megnézi, azokat egy-két nap alatt meg lehet nézni, akkor tényleg teljesen képbe kerül. Azzal kapcsolatban, ami most van, annyi minden dolog történik, és annyi minden fölébresztő információ lát napvilágot szinte nap mint nap, hogy én is csak kapkodom a fejem, és hogy ezek micsodák, arról én nem fogok videót csinálni, valószínűleg arról csak baráti beszélgetésekben fogok hangot adni, mert én is most folyamatosan tanulom ezeket a dolgokat, én is csak kapkodom a fejemet, nem pont az van, amit a főiskolán, általános iskolában, középiskolában tanítottak nekem. Tehát nem csak azok a dolgok vannak, sőt, azok között, a dolgok között van egy csomó olyan dolog, ami nem igaz. Úgyhogy nagyon jó ébredést kívánok mindenkinek, és kívánom azt, hogy mélyedjenek el ezekben a csatornákban, és hogyha van még lelki erejük,
akkor ajánlom mindenkinek figyelmébe még a 777 média.hu YouTube csatornát, ott is rendkívül sok hasznos információ van és tudása van. Egyelőre ennyit merek mondani, tehát nem merek több csatornát mondani, mert az sok lenne, de ezt kérem szépen mindenkitől, hogy ezeket a csatornákat nézzék végig, emészék meg a tartalmukat, és képbe fognak jönni azzal kapcsolatban, hogy mi is történt az utóbbi 3 évben a nagyvilágban. Namaste, szép napot kívánok mindenkinek!